eseménydús héten vagyunk túl. Voltunk meghallgatásokon a gazdasági bizottságon, vitatkoztunk salátatörvényekről, munkások jogairól, TAO támogatásról, és természetesen arról is, hogy Kövér László szeretné megnyilválni a képviselők jogállását. Azt szeretné, hogyha leginkább mi kint maradnánk a parlamenten kívül. De hát ezt nem fogja elérni, mert nem ijedünk meg tőle, és inkább bemegyünk. Ez a hét egy gazdasági bizottsági üléssel kezdődött. Matolcsy Györgyöt hallgattuk meg elsősorban, aki beszámolt arról, hogy az MNB mit végzett, a Magyar Nemzeti Bank mit végzett ebben az évben. Matolcsy György szerint minden rendben van, a magyar gazdaság növekszik, soha sem volt még ekkora aranykor a magyar gazdaságnak, és a következő 10-20 évben is ilyen folyamatosan jó teljesítményt fog nyújtani szerinte. Kérdéseinkre, leginkább kérdéseimre, hogy mikor fogja a magyar minimálbér utolérni, nem a nyugatot, ahogy ezt ő szeretné, hanem mondjuk Szlovákiát, vagy Csehországot, illetve hogy ez a rengeteg pénz, amelyiként valóban befolyik a magyar államkincstárba, és valóban a magyar gazdaság bizonyos szereplőit, természetesen a Fideszhez közálló szereplőit milliárdossá tette, mikor fognak lecsorogni az emberekhez, az ápolókhoz, tanárokhoz, a mozdonyvezetőkhöz, szóval a dolgozókhoz. Matolcsy György után a gazdasági bizottságban Süli János hallottuk meg, aki a paksi atomprogramért feláll. Süli János nagyon korrekten szakmai kérdésekre válaszolt. Elmondta, hogy mit tenne, mi fog történni az atomreaktor hűtésével, hogy lesz biztonságos, illetve arról is beszámolt, hogy a fűtőelemeket hogyan lehet újrahasznosítani. Arra a kérdésre azonban ő sem tudott válaszolni, hogy mi fog történni Paks 2-nek a finanszírozásával. Tudnélik, most már nagyon hosszú az az idő, több éves csúszásban vagyunk az építés elkezdésével, ám de a hitel ketyeg. Könnyen előfordulhat, hogy a hitelt évekkel hamarabb kell elkezdenünk fizetni, és ez egy óriási hitel, ami nagyon meg fogja terelni Magyarországot, úgy, hogy az atomerőmű nem is kezdi meg működését. Hogy ennek ki lesz a felelőse, azt nem mondta meg, de hát természetesen mindannyian tudjuk, hogy Orbán Viktor. Kedden többek között a sporttámogatásokról, közkeletű nevén a TAO-ról tárgyaltunk. A Fidesz kormány most azt terjesztette be, miután megszüntették a kultúra támogatását, hogy a sporttámogatást most már önerő nélkül is meg lehessen szerezni, hát majdnem, hogy bárkinek, tehát a sportklubokról beszélgetünk. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a sportot, jól magam is sportolok, és azt gondolom, hogy támogatni is kell azt, hogy Magyarországon az emberek egészséges életmódban éljenek, sportoljanak, akár tömegsportban, akár versenysportban, ez teljesen rendben van. De így, ebben a formában, ahogy azt a magyar kormány csinálja, ez nyilvánvalóan semmi más, csak lopás jelent. Jól jelzi a sporttámogatásnak a sikertelenségét az, hogy a kiemelt sportágokban Magyarország semmilyen eredményt nem tud elérni, már ömlenek a milliárdok ezekben a sportágokban. Az élcsapatokban külföldi játékosok játszanak, és a válogatottjaink sajnos mindig leszerepelnek mostanában a külföldi nagy versenyeken. Úgyhogy ez így ebben a formában egyáltalán nem jó, nem támogatom ezt a törvényjavaslatot, és a felszólalásomat pedig meg tudjátok nézni teljes egészében a videó alatti linken. Kövér László ennek a nagyon régi épületnek a jelenlegi ura, elnöke. Az újságírók után most már az ellenzéki képviselőket is szeretné jogaikban korlátozni. Olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amelyben hát majdnem, hogy korlátlanul tudná a képviselőket, de hát természetesen itt az ellenzéki képviselőket büntetni. Ezzel nyilván az is a célja a fideszes vezetésnek és a Kövér Lászlónak, hogy egyrészt megfélemlítsen minket, és hogy ne politizáljunk, és ne legyünk annyira erősen az ő politikájuk ellen. A másik meg talán az is, hogy esetleg azt gondolja, hogy mi kivonulunk a parlamentből, és akkor nem lesz nekik olyan kényelmetlen az, hogy meg kell hallgatniuk a mi véleményünket az ő politikájukról. Erről sajnos el kell, hogy keserítsük Kövér Lászlót, nem fogjuk elhagyni a parlamentet, nem fogunk úgy cselekedni, hogy azt ő szeretné, nem ijedünk meg a bírságoktól, nem ijedünk meg a fenyegetésektől, és minden platformon, az önkormányzatokban, a parlamentben, és természetesen az utcán is addig fogjuk kritizálni őket, és addig mondjuk el a véleményünket, és tesszük meg a saját pozitív javaslatainkat az ország érdekében, amíg ők meg nem buknak.